Köszöntöm a Fonyod televízió nézőit, és tisztelettel köszöntöm Hidvég Józsefet, Fonyod város polgármesterét. Köszöntöm a tévénézőket. Április 3-án lezajlottak az országgyűlési választások, ezúttal népszavazás is volt. Ez elég sok munkát jelentett azoknak, akik lehetővé tették, hogy szavazhassunk, elmondhassuk a véleményünket. Utólag, polgármester úr, hogyan értékeli az április 3-án történteket, illetve annak előkészületeit? 2006 óta foglalkozom a választásokkal, illetve a választások lezajlásával, és elmondhatom, hogy a legnyugodtabb és a legfelkészültebb választást bonyolítottuk most le. Az a közel 50 ember, és itt mondhatnék ellenzéki, fideszes, illetve az önkormányzattól delegált embereket, mindenki maximális hozzáállással, pozitív hozzáállással volt, aránylag elég gyorsan végeztek a számlálással, nem voltak belső konfliktusok, nem volt vitás kérdés, nem voltak olyan jegyzőkönyvezhető dolgok, mondjuk, mint a régebbi esetekben. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nyugodt választás volt, és ez főleg annak volt köszönhető, hogy szinte mindenki itt volt a felkészítésen, amit jegyzőasszony tett, és felkészültek voltak a szavazott számláló bizottságokban. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki ezen a választáson bent ült a szavazott számláló bizottságban, illetve hát azoknak a vezetőknek, többek között, mint a jegyzőasszonynak, aki ugye fél ötkor ért haza, hiszen az innét az eredményeket még vittem arcaliból, elszámolt velük. Egy nagyon jól sikerült választás volt, hiszen, mint tudjuk, többen voltunk, mint a 18-as választáson Fonyódon is, tehát több volt, mint az országos átlag a részvétel, és így csak pozitívan tudok a választásról nyilatkozni. Viszont az utózöngékről már nem annyira. Tehát tényleg itt köszönet mindenkinek, aki részt vett, és aki szavazott, azoknak is, viszont megdöbbentő volt számomra az, hogy egyes emberek egy népszavazás szavazólapját ollóval megvagdosták, különböző figurákat vágtak bele, összefirkálták, volt, aki kis novellát írt rá, tehát nem értem az embereket. Ha nem értek valamivel egyet, vagy azt szeretném, hogy az én gyerekemet műtsék át, akkor behúzom, hogy igen, egyet értek vele. De hogy megbecsteleníteni egy szavazólapot, ez döbbenet. És az a döbbenet, ezt, hogy Pesten megtörténik, ez belefér. De az, hogy Fonyódon közel 300 vagy több mint 300 ilyen szavazólapot találtunk, ez megdöbbentő számomra, még akkor is, hogyha ezt központilag kapták utasításba. Azt gondoltam, a vidéki embereknek józan paraszt esze van, és józanul gondolkodnak ilyen dologba, és tisztelik a szavazást. És hát ugye ebből adódik aztán a későbbi utózengék, az ellenzéki pártok tolják egymásra a felelősséget, mindenki mindenkit hibáztat, és ennek lett az a következménye, hogy odaig jutottunk, hogy a budapestiek a vidékieket hibáztatják. De hadd mondjam el, hogy nem minden budapesti ilyen. Mi szívesen látjuk nyáron a budapestieket. Tegnap két ismerőssel is találkoztam, aki már most lejött húsvétra, és mondja, hogy mi nem azok a budapestiek vagyunk, mi teljes mértékben elhatárolódunk azoktól az emberektől, akik a vidéket most szidják azért, mert elvesztették a választásokat. Részvételi adatokat és utózöngéket említett polgármester úr, erre is érdemes kitérni. Ugye 70%-os volt az országos részvétel, Fonyódon egy picivel fölötte, és ha már utózönge, lehetett olvasni a közösségi médiában erre vonatkozóan felmerült vélekedéseket is, ami arról szólt, ugye, hogy 2018-ban az országgyűlési választáson közel valamivel 4000 alatti szavazópolgár volt a névjegyzékben, most valamivel 4000 fő felett, de közben 2019-ben a helyhatósági, tehát az önkormányzati választáson pedig ez közel 4400 fő volt, és ugye ezzel kapcsolatban furcsa találgatások láttak napvilágot. Mivel tudjuk ezt
magyarázni. Az ellenzék sok mindennel akar magyarázni sok mindent, és ezért sokszor téves információkat vagy szándékosan, vagy véletlenül összekeverik. Tehát az önkormányzati választást és az országgyűlési választást külön kell választani. Az országgyűlési választáson állandó lakcímmel szavazók kerülnek a szavazói névjegyzékbe, ami 18-ban 3992 volt, most 22-ben pedig 4057. Tehát több mint 60-nal nőtt az állandó lakcímmel rendelkezők száma az elmúlt 4 év alatt. Ez egy szép dolog Fonyód viszonylatában, főleg most, amikor általában ugye csökkennek a településeknek az állandó lakosai. Az önkormányzati választás viszont helyhatósági választás, ott azok is szavazhatnak, akik tartózkodási címmel rendelkeznek. És ezért a két szavazó listát nem szabad összekeverni. Tehát a 4462-en szavaztak, ugye 19, vagy szavazatra jogosultak voltak a 19-es önkormányzati választáson. Ez azért több 400-zal, mert más jogosultság alapján is tudtak Fonyódon szavazni. Tehát aki itt volt tartózkodási jogcímmel, az is tudott helyhatósági szavazáson szavazni. A kettőt nem szabad összetéveszteni. Most nyugodtan mondhatom mindenkinek, hogy Fonyódnak nő az állandó lakossága. Konkrét eredményekről is szólva, most már tudjuk, hiszen minden levél szavazatot is feldolgoztak, hogy immáron biztos, hogy újra a Fidesz-KDNP kétharmados többséggel alakíthat kormányt, több mint 3 millióan szavaztak a kormánypártok listájára. Helyi viszonylatban milyen módon értékelné a választási eredményeket Fonyódi vonatkozásban? Először is soha nem szavaztak 2900-on Fonyódon. Szerintem még a 90-es években sem. Tehát elég sokáig visszamentem, soha nem volt ilyen létszámú szavazás. Ez azt jelenti, hogy mindenki megmozgatott mindenkit, és szerintem a béke, a háború, a biztonság, a jó gazdasági jólét arra ösztönözte az embereket, hogy megvédjék az előző kormány értékeit, és azt gondolom, hogy ugyanezt történt Fonyódon is. Aki Fonyódon él, és látja, hogy milyen változásokon mentünk keresztül, az nyilván meg akarja ezeket az értékeket védeni, és azt akarja, hogy ne legyen ebbe változás. Most csak arról tudok beszélni, hogy egy több mint 10 milliárd forintos fejlesztés volt az elmúlt időszakban Fonyódon. Ha csak ezeket nézzük, és a kulturális életet, és az egész Fonyód, ahogy kinéz, azt gondolom, hogy ezeket az értékeket az emberek meg akarták védeni. Ez azt jelenti, ugye, hogy 2900-an elmentek szavazni, és ha konkrét számokat nézünk, akkor 1525-en a Fideszre szavaztak. Ez a választópolgárok 52,5%-a. Én ezzel elégedett vagyok, és ha ehhez hozzávesszük még a mi hazánkat, és a nemzeti értékrend alapján vesszük a szavazást, a nemzetiek és a globalisták aránya 60-40% Fonyódon, és én elégedett vagyok ezzel az eredménnyel. Tehát a vidék azt gondolom, hogy jól gondolkodik, mi nemzeti érzelműek vagyunk, és nem akarunk egy globális moslék lenni, és a nagy nemzeti világba elveszni. Tehát a nemzeti értékeket igenis védjük, és igenis fontos számunkra. Tehát ha megnézzük, hogy az ellenzék, az összellenzék 1190 szavazatot kapott, és a nemzetiek, a Fidesz és a Mi Hazánk 1717-et, ez 40-60%. Én ezzel elégedett vagyok, hiszen ez egy jó arány, ez egy majdnem kétharmados arány. Jobbat hoztunk ki ebből, mint az országos átlag, és remélem, hogy ez így is marad. Elégedett lennék egy ilyen eredménnyel a következő önkormányzati választáson. Polgármester úr, köszönjük szépen a tájékoztatást! Köszönöm a figyelmet. Még egy gondolatot szeretnék a végére. Elfelejtettem megköszönni mind a 2900 szavazónak, aki vette a fáradtságot és elment szavazni, és ez az eredmény született. Köszönöm nekik, hogy elmentek és szavaztak. És így az elköszönés végén mindenkinek nyugodt, békés, áldott húsvéti ünnepeket kívánok.